Sziasztok, üdvözlök minden kedves Profit Faktorost a mai vágatlan gyors videóban, ahol egy jó és egy rossz hírt kell közölnöm. A jó hír az, hogy volt múlt héten egy Solana konferencia, ami honnan nagyon jó hírek jöttek ki a Solanával kapcsolatban, bár decentralizáltabb nem lesz tőle, de egy sokkal, tehát sokkal több ember fogja tudni validálni a tranzakciókat a Solana, mert a Google felhő szolgáltatásban elérhetővé tesznek egy nagyon egyszerű menedzsmentet, illetve bejelentettek dolgokat a mobiltelefonjukkal kapcsolatban, ami nagyon jó hír volt. Gyakorlatilag kaptunk előrejelzést arra, hogy körülbelül 2023-ban első negyedében talán már előrendelhető lesz bárkinek a telefon, illetve, bár ez még nincs megerősítve, illetve a Web3-os boltjukat is elindítják. Ezzel kapcsolatban volt egyébként egy ilyen QR kódos airdrop vagy giveaway NFT, amit majd ezen a Web3-os bolton lehet beváltani. Mindenesetre a Solanás projektek repültek ugye nyilván az elmúlt napokban, most már talán konszolidálódott egy kicsit, és ez kapcsolódik össze egyébként a rossz hírrel, amit szeretnék közölni, hogy véleményem szerint nagyon gyorsan el fogunk indulni lefele. Lehet, hogy nem így lesz, nem kell rám hallgatni, ez nem pénzügyi, nem befektetési tanácsadás, de én áttértem a sortolós tranzakciókra, és ismerkedem a különböző tőzsdei felületeknek, főleg a Bybitnek, Binance-nek a sortolós részével, aki tag, tehát vagy a Discordon tag, vagy a YouTube tagságban tag. Ő tegnap látta, hogy kiraktam egy short pozíciót, ennek ma feltettem ide egy videóját, ja igen, itt látszik is, hogy ma mutattam, hogy ez már 100% profitban volt ez a trade, és még megyünk szerintem lefelé a linken, úgyhogy még nem zártam be a pozíciót, de ezeket most már egyre gyakrabban le fogom közölni azokat a trédeket, amiket csinálok, mert nagyon jó eredményeim vannak az utóbbi hetekben, és igyekszem ezeket úgy leközölni, hogy követhető legyen, bár nem ajánlok senkinek élő kereskedést, csak demo számla nyitását, és ezzel a rossz hírrel kapcsolatban, hogy megy lefel a piac, szeretnék egyfajta magyarázattal szolgálni, és ez a magyarázat, ez pedig ugye, amit már biztosan hallottatok, láttatok máshol is, hogy bajok vannak az FTX-el, az Alameda Research-el, illetve az FTT tokennel konkrétan, ami nem is csoda. Gyakorlatilag ez összefügg egyébként egy olyan dologgal is, hogy a Sam Bankman-Fried, aki a tulajdonosa ugye a tőzsdének is, meg az Alameda Research-nek is az alapítója, ő eddig egy nagyon pozitív figura képét mutatta nekem, de úgy néz ki, hogy az elmúlt hetekben megváltozott, vagy hónapokban, ugye szeptemberben egy elég furcsa törvényjavaslatot tárt a kormány elé Amerikában, méghozzá ezzel a törvényjavaslattal gyakorlatilag aláássa a decentralizált pénzügyeket, és mindenképpen háttérbe szorítja a centrális tőzsdéket is a sajátjához mérten, tehát egy ilyen jogtalan politikai lobby előnyt próbál meg érvényesíteni. Természetesen az egész kriptovilág összeesküdött ellene, úgyhogy nem lesz könnyű dolga, mert egyébként a cége is komoly problémában van, és nem kizárt, hogy egy Celsiushoz hasonlító Black Swan effekt fog jönni a piacokra. Én megpróbáltam ezt tegnap, ugye kiraktam ezzel kapcsolatban már infókat, hogy mi történik itt a háttérben, és hogy a CZ, a Binance-nek az alapítója hogy válik meg, illetve a Binance hogy válik meg az FTT tokenjeitől, ami óriási hatással lehet a piacra negatív irányba, és hogy miért teszi ezt. Gyakorlatilag végignéztem a Twitterét a CZ-nek, és írta, hogy tehát, hogy össze fognak fogni, hogy ne tehessen meg azt a decentralizált pénzügyekkel, illetve a kripto piaccal a Sam Bankman-Fried, amit szeretne, úgyhogy tehát, hogy ne ássa alá gyakorlatilag az embereknek a szabadságát is azt, amiért létrejött ez az egész. Ugye azt tudni kell, hogy a Sam Bankman-Fried inkább a pénzért van itt, míg mondjuk a CZ, a Binance-nek az alapítója, ő neki ez egyfajta küldetés. Tehát egy teljesen más aspektusból vannak jelen a konkurenciák a centrális részén ennek az egész piacnak.
És tehát ettől véleményem szerint simán emelhetünk 10 000-re, de egyébként itt az Altcoin Daily-nek ma néztem a videóját, és pont ugyanerről beszél, pont ugyanez a témája, mint amit tegnap ugye kiraktam, úgyhogy gondoltam, hogy inkább ezen a videón keresztül vezetem végig ezt a fonalat. Ugye ő is azt írja, hogy ez egy nagyon komoly hatással lehet a piacra. This is the one thing that could absolutely tank the crypto. Kriptomarket, tehát gyakorlatilag ő is azt mondja, hogy ez egy abszolút egy olyan esemény lehet, aláviheti, tehát 10 000-re tudja vinni a Bitcoin, és itt látszik is a Vail Alertnek a Twitter posztja, ami azt mutatja, hogy 584 millió dollár értékű FTT-t vitát egy bána a Binance tőzsdére nyilván eladni, és erről egyébként a CZ tett ki egy saját Twitter posztot, ezt kimásolt, ezt a Vail Alert posztot, és írta, hogy igen, ez része annak, hogy a Binance kiszáll az FTT token mögül. És hogy ez miért probléma? Ez azért egy hatalmas nagy probléma, mert maga az Alameda Research már korábban jelentették itt például a Crypto Briefingen, ugye 2 nappal ezelőtt jelentették, hogy nagyon komoly anyagi problémákkal küzd, és ezeknek a problémáknak az alapja pontosan ugyanaz az ördögi spirál, ami a Celsiust is tönkretette. És ugye látjuk azt is itt, ez a Mike Burgersberg nevű Twitter felhasználó írja, hogy valaki kivitte a Binance-re ezt az összeget, és egy éjszaka alatt 11%-ot esett az FTT, hogy ez mennyire lesz majd releváns, és mennyire egyszerre burítják rá ezt a piacra, az már megint majd egy másik kérdés lesz. De az biztos, hogy korábban a CZ közé tette a Binance-el kapcsolatban egy olyan dolgot is, hogy ez a korábbi exit stratégiájuk miatt is van, tehát ugye mivel, hogy korábban támogatták a létrejöttét az FTX-nek, de ugye ebből exiteltek, és amikor kifizették őket, akkor nagy mennyiségű cash-t kaptak, aminek egy része FTT token volt, és ettől a tokentól szabadulnak meg most gyakorlatilag, hiszen az nem lehet, hogy vizet prédikálnak és bort isznak, tehát nem akarnak olyan token tartani, amiből ennek egyébként a támogatásából kiszálltak korábban. Aztán van egy thread, szintén ugyanettől a felhasználótól, aki akarja, olvassa el, mert ebben a threadben, ebben a gondolatmenetben végigvezeti egyébként a teljes lehetséges kimenetelét ennek az egész sztorinak. Ez a Twitter felhasználó is nagyon jól leírja az egészet, hogy gyakorlatilag tök ugyanaz a séma, mint a Celsiusnál, és ez le fogja vinni a piacot biztos nagyon komoly szintekre, hogyha ez megtörténik, ez a bankruptcy, tehát ez a csődbe menetel. Itt egyébként leírja, mert képpel is bemutatja, hogy hogy van ez, hogy igazából nincsen valós demand, tehát nincsen valós igény az FTT tokenre, a nagyját az képezi a kereskedésnek, az FTT kereskedésnek, hogy önmagából hitelekből folyamatosan vásárolja föl a piacon az FTT tokent az FTX, és ettől nől az értéke a tokennek, de ugyanakkor ugye, amint elfogy a saját hitele, dugába dől az egész, tehát ennek valahogy véget kell, hogy vessen. Nekem van 3-szoros short tokenem az FTX tőzsdén, amit már 3-szor megbántam, mint a kutya, hogy belementem ilyen 3x-es leverage-es tokeneknek a különböző mindenféle ilyen manipulatív használatába, mert nem működött az a stratégia, amit gondoltam, hogy esetleg működik, erről maradjunk ennyibe, az egyszerűen kivitelezhetetlen, és a lényeg az, hogy ezt valószínűleg most 50%-os bukóba ki fogom venni, mert hogyha nem most azonnal természetesen, hanem megvárom, amíg lesz egy jó kiszálló, ha lesz, mert hiába ugye ez leviszi a piacot, és az ugye a 3x-es bear tokent fel kellene, hogy vigye, tehát nekem elvileg profitálnom kellene ebből, de mivel az FTX tőzsdén van, ezzel nem fogom tudni kivenni, úgyhogy valószínűleg ezt át fogom vinni egy másik tőzsdére, ugye ezt az összeget, és ott fogok 3x-es bear tokent vásárolni belőle, még hogyha így ezen a tranzakcióm bukok is, akkor is sokkal jobban fogok járni, mint hogyha esetlegesen összedőlne az
FTX, és, vagy az FTT token, és ezáltal nem tudnám realizálni ezeket a nyereségeket. Ugye az a nyereség realizálható, amit ki is tudnak fizetni, tehát hogyha egy cetlin oda dobja nekem valaki, hogy tartozok neked ennyivel, ugye azzal nem lehet kenyeret venni a boltba, úgyhogy nagyjából ennyi, hogy be fog-e bukni, és hogy valóban ez lesz a vége, azt természetesen nem tudjuk, de ha megnézitek ezt a képet, és ha valaki ismeri, hogy hogy működnek a csártok hosszú távon, és milyen folyamatok zajlanak, milyen likviditási folyamatok, akkor tisztán látszik, hogy itt tavaly, hogy ez év február-márciusától kezdve itt a felfutással, ez egy hatalmas disztribúciós forma, tehát ez simán, hát mondjuk úgy, hogy egy ilyen Black Swan effekttel is beszakadhat, ez az FTT tokennek a csártya, de ha nem történik meg, akkor is hát szerintem komoly negatív szinteket fogunk látni. Úgyhogy ennyi lett volna a mai gyors videó, remélem, hogy tartalmas volt. Ha igen, akkor iratkozzatok fel, dobjatok egy lájkot, és mondjátok el a saját véleményeteket, hogy mennyire hipotézis ez, valóban megtörténhet-e, vagy az egyszerű fadkeltés szerintetek, amíg ezt eldöntjük, addig is a dollár vagy a bitcoin legyen veletek. Ne felejtjétek, a profit faktor bennetek is ott van. Sziasztok, találkozunk a következő videóban.